Sziasztok, köszöntelek csatornában, én Karabi vagyok, és ismét teröncözni fogunk. Tudom már, régen jelentkeztem ezzel a játékkal, semmi különösebb oka nem volt, egyszerűen csak nem jutott rá idő. Most viszont ismét egy új teröncsel fogok nektek kedveskedni, remélem tetszeni fog. Ha igen, akkor nyomtok egy lájkot, és ha még nem tettétek meg és szeretnétek, akkor iratkozzatok fel a csatornára, de ne maradjatok a részekről. Na nézzük csak, hol tartottunk. Hát van egy kis tartozásunk, nem is olyan kicsi. Ha jól emlékszem, akkor ilyen 150 plusz ezer dollár környékén van még a tartozásunk. Úgyhogy azt vissza kell fizetni. Na nézzük csak meg. Itt minden rendben van, automatikusan kapcsoltam a fizetést, úgyhogy ezzel nem lesz gond. Egy icipicit játszottam vele, mielőtt elindítottam ezt a mai videót, és csináltam egy kicsit több pénzt. Ugyanis az lenne a mai játéknak a célja, hogy kifizessük az adósságot. Nekünk jelenleg van 171 ezer dollár, na jól emlékeztem, hogy 150 fölött vagyunk még. És 14.600-at vannak, az pedig igen sok. Hogyha sikerülne kifizetni az adósságot, akkor 14.000-re kevesebb lenne, vagyis pluszba mennénk. Ugye a cél az lenne, hogy plusz 12.000. Úgyhogy két megoldást látok. Az egyik kifizetni az adósságot, avagy még nagyobb adósságba verni magunkat, és venni fel további hatalmas hitelt. De olyan hitelt, az 500.000-hez, plusz 500.000 ahhoz a pénzhez, amit ma keresünk, és körülnézünk a piacon. Körülnézünk a piacon, hogy milyen ingatlanok vannak. Itt van például 800.000-ért egy háromszobás. Hogy ezt át lehetne alakítani úgy, hogy három bérlőnek kiadni. Ez lenne az egyik. Aztán vannak továbbiak ilyen kisebbek, olcsóbban. Négy szoba, ez gondolom négy helyiséget takar, nem konkrétan négy szobát. Viszont ez egy fiatal építésű ingatlan, tehát szerintem ez az ár nem is olyan rossz érte. Hát majd el kell rajta gondolkodni. Túl nagy választékunk jelenleg nincs, ugyanis még csak a nyomornegyedben vagyunk. Onnan is szeretnék kitörni, ha nem is ebben a részben, mert ugye először teljesíteni kell a feladatot. Aztán utána meglátjuk, hogy hogyan tovább. Hát jönnek folyamatosan fizetik az internet, a gáz, a víz, a közös költséget, úgyhogy megy a pénz szépen el. Beszélünk el az albérlővel első körben, hát le fog járni a szerződés. Hello, szia! Műság, hogy vagy? Beszélnünk kell. Azt mondja, sokat nem tudunk róla. Hát játékos a kapcsolatunk. Adnánk neki egy ajándékot, aki kicsit följebb menne, de ezt előbb kellett volna elkezdeni. Úgyhogy egész egyszerűen csak tárgyalni fogok vele. Hosszabb időre szeretném, ezt nyilván nem fogja engedni, tehát nem fog neki tetszeni. Ezeknek egy ajánlatot, ő jóval alá fog szerintem. Nem is, hoppá, nem is sokkal nyújt alá. Na, azért gyere te is kicsit közelebb, azért közeledjünk egymáshoz, tudod, így működik az üzlet. Hát, nem akar többet adni, nem baj. Így is jobban állunk, mint előtte, tehát tetszik neki. Na ezért cserébe kitakarítom most a házat. Közben jött egy üzenet, megkaptuk a pénzt, köszönöm szépen mindenkinek, jó. Ezeket az értesítéseket majd ki fogom kapcsolni, mert ezekre nincs szükségem. Még itt is egy pici kis kosz. Ja, amikor átalakítottuk neki, mert ilyet szeretett volna, akkor egy kicsit gyufi lett a ház, de hát ez volt az ő igénye, akkor legyen. Ja, így jó lesz. Tessék, lehet örülni. Na, mi ez a szörnyű bűz? Épp most raktam rendet, nem? Szerintem... Ja nem, az egy másik ingatlan. Hát ezt el is felejtettem. Ha gyorsan itt is rakjunk rendet, takarítsunk ki egy hamar. Igen, ez az, amit ketté osztottam, és kettő bérlőnek adtam ki. Ez egy hajó felső szintje. Annak mondom, aki nem látta az előző részeket. Ezt vettem meg, ami miatt van ez a nagy hitel. És ezt úgy döntöttem, hogy ketté vágom, mert szerintem így gazdaságosabb, és több pénzt lehet vele keresni. Na, szuper. Haladunk. Oké, ez is megvan, az is megvan. Jól van. Na, jönnek az üzenetek. Megköszönte. Okés. Nagyszerű. Tehát, mint mondtam, a mai... Ej, de picit bevarrogva a bácsika. Jaj, hogy ott volt az a szék. Nem ült mellé. Az lenne a cél, hogy ezt a 71 ezeret, ezt föltornászok 170 ezerre. Vagy legalább egy olyan 150 ezerre, és felvegyünk további hitelt. Hogy...
Na, az komoly. Az komoly kis földrengés volt. Azt hiszem, hogy tűzoltás következik, tehát rakjuk rendbe ezt a sérüléseket. Azt a mindegységet. Szerencsére ügyes a bácsi is meg tud javítani többnyire mindent. Itt esély 100% azt mondja ennek, én kifejezetten örülök. Hogy mit csinál ő, azt nem tudom, mert olyan, mint egy nagy repedés. Hát nem tudom, mit csinált, de működött, úgyhogy ennyi. Jó, siker. A siker az pedig jó, hát nem, hát de. Nézzük, hova még gond. Igen, igen, oda is megyünk. Ez azért mutatósabb kis repedés. És akkor most ő ezt kigletteli, lefesti, vagy mit csinál tulajdonképpen a bácsika? Javítja. Hagyjunk annyiból, hogy javítja. Oké. Ennek a pénzek, további segítségeket is kérnek. Mindjárt ott vagyok, csak nem tudok három felé szakadni. Igen, ezt elhagyom. Szuper. Jön oda is. Lehet, hogy az utolsóhoz el kéne küldeni. Azt a evolúcióval végig mennyi szemét. Emberek így tudnak élni. No comment. De majd vagyok, szerintem szemetet is kéne takarítani erőteljesen. Nem sok hiány volt. Hát figyelj, ilyen a természet. Legyőzni nem lehet, csak együtt élni vele. Hát ez a ház, ez kegyetlenül szétrepett. Nem csoda, hogy kimenekült mindenki. Na, még egy van. Azt tegyünk takarítani ide, mert nagyon ráfér erre a házra. Nem tudom, hogy az itt lakók miért nem takarítanak. De... Érdekes állapotok vannak. Ha már itt vagyunk, akkor gyorsan meg is csináltatom. Szegény Pista bácsival. Nem szép dolog szegény nyugdíjas bácsikát ilyen feladatokra bevonni, de hát ebben a játék most nem. Ez a feladata. Ez a munkája. Egy kis kiegészítés szegénynek, nem tudom, mit csinált az öreg. De jó, belefehéredett a haja. Már pedig az arra utal, hogy sokat idegeskedett. Mi lehetett, tanár? Vagy micsoda? Politikus? Nem, politikusok nem takarítanak. Vagy legalábbis nem tartom valószínűnek. Na jó van, ezzel is megvagyunk, ez egy kis plusz volt. Örül mindenki, boldog, szuper, jól van. Képességfákra is majd rámegyünk, mert azzal is haladni kéne. Jó, na megint lesz, még ajánlat, elit ajánlat, elfogadjuk. És olvastam mi az, nagyon szeretem az elit ajánlatokat. Erről csináltam külön egy videót, ami arról szólt, hogy melyik éri meg. No, ne, ez az elit ajánlat, ez. Tehát azt kezdtem mondani, hogy csináltam egy külön videót arról, hogy melyik éri meg jobban elit nagy küldetéseket, vagy pedig sok aprót elfogadni. Szia Csákos csávó! Köhög. Teljes igazsági művelet első nap, instrukciók a lakberendezőknek a titkos bázisával. A nővérem, mármint Szeli ügynök, Burgonyával kapcsolatban. A gondosan kiválasztott berendezésekről szóló listát, amely tartalmaz mindent, amit be kell ide zsúfolnod, ugyanabban a dobozban találhatod, amelyben ezt a felvételt találtad. Úgy gondolom, a fizetség elég magas ahhoz, hogy a hallgatásodat is megvegye. Ez a készülék az üzenet vége után 10 másodpercen megsemmisíti önmagát. Bam! Hát a bam az elmaradt. Álljunk neki. Álljunk neki, takarítsuk ki ezt az óriás ingatlant. Na megnézzük, mi van ebben a Top Secret dobozban. Hagyjad már! Top Secret doboz. Az igen. Közben jön a pénz, köszönjük szépen. És befizettük a hitelt is, hát nagyon szép látszik, hogy igencsak fogy a pénzünk. Nézzük ezt a top takarítsam. Ez is egy jó ötlet. Oké, hát tőlem lettem okosabb.
Viszont megkezdhetem a felújítást. Az meg jó. Ide kéne bezsúfolni, kérdés, hogy mit. Mit szeretne? Ez egy furgon. Egyetlen egy helyiség, és utálja a flancos. Tehát azon kívül gyakorlatilag bármi lehet. Oké. Na nézzük akkor a falakat. Nagyon szeretne egy ilyen csillagot szerintem, vagy a csillaggal megjelölt szürkét. Szerintem illik a csákójához, ami a fején volt, nem? Hát lehetne egy kicsit sötétebb, de már így hagyom. Oké. A falak szürke nem fogadta el. Váj, miért nem fogadtad el? De teszünk szőnyeget. Arra nem írja, hogy mit szeretne. Szerintem ez nem is olyan rossz. Oké. Konzerveket akar, de ahhoz először kell valami. Amire ráteszem azt. Íróasztal. Ne legyen flancos, az az egy kívánalma van. Akkor legyen mondjuk modern. Teszek ide egy modern íróasztalt, ide a budi mellé. Közel van. Lehet, hogy majd áthelyezem. Megjött a pénz, köszönjük szépen, köszike. Jó. Kém furgon dekoráció. Hát ezek elhagyhatatlan kellékek. Azt a minden idejók vannak. Gonosz vadászok poszter. Hát egy ilyet akarok, egy gonosz vadászok poszter. Evil Hunters. Kémfurgon dekoráció. Az ügyfél által biztos tett tárgy. Aha. Ugye legyen többféle, úgyhogy rakunk le belőle. Lakókocsi, mosdó. Aha. Hát nem foglal sok helyet legalább. Na, hazugságvizsgáló. Az igen. Na, ide alá beteszem. Azt mondja, az évet beforgatom, de a gonosz vadászok alá. Aha, kívül is ez van ez a felirat. Aha, a furgonon kívül is. Nem is olyan rossz, rozog ez a furgon. Te egész jól néz ki. Fekete. Ha mi más. Oké, radar. Öltesszük ide az asztalra. Nagyon jól néz ki, tetszik. Oké, polc. Uha, ez nem olcsó, viszont van elég pénzünk, hogy ohaj, de jól néz ki. Be kéne rakni a sarokba. Pont ott van a heater, ezt arrébb rakjuk. Máshol fűtsél, mondjuk ott. Hát ez tetszik. Szerintem nagyon jól néz ki. Most ebből akkor a másik oldalra is be kéne egyet cuppantani. Remélem elfér. Nem baj, mert legfeljebb arrébb teszem a bulit. Na, jó lesz így, nem? Hát az egész asztalt kéne pöttyet arrébb tenni. Nagyon jó. Oké, mit tegyünk erre? Konzerveket, hány mást? Rakunk rá pirosat. Zöldet, nincs fehér? Itt arról lesz. Lesz egy piros, és mondjuk itt lesz egy zöld. Na, így meg is vannak a kívánalmak. Most fali dekorációkat szeretne. Hát nyilván a fényképek azok még mindig működhetnek. Van még 7000, hát ez rengeteg. Akkor viszont a festést egy kicsit komolyabbra, mondjuk a legdrágább árt, azt a mindenit. Akkor legyen inkább igen. Kicsit betegesebb. Úgyhogy ez lesz. Hát ha ennyire sok pénz van, akkor szerintem mindenből... Na most melyik a jobb? A zöld vagy a szürke? Legyen zöld, ez drágább. Nem drágább, ugyanannyiba kerül. Amelyik legyen. Na jó, legyen ez. Oké, mi kell még? Kis dekoráció. Nem szereti a flancosat, úgyhogy ez nem jöhet szóba. Egy picit, hogyha piálni szeretné, akkor ide a vallatószék mellé. Az is egy vallatás, leítatod. Zseton doboz. Tegyük föl. Nem lehet föltenni a zseton doboz, de kár. Kicsi hajót se enged fölrakni. Rubik kocka? Na, mondom Rubik kocka. Ezt nem értem. Jaj, kéne színt választani, értem. Ha, de akkor is ezt adja. Ez a Rubik kocka. Na jó, van, most meg átalakította. Na, de csak lehet engedte tenni. Tegyünk egy kicsit komolyabb dekorációt, ami többe kerül. Modern és egyszerű kocka. Így mi? Na, hát ilyen lett a kém. A kémfurgon, kérem szépen, készen van.
Nézzük, nem csak mit szól hozzá a sapkás úriember. Be van öltözve. Aha, nagyon tetszik neki a radar. Remélem a vallatószék is tetszik. Nem tetszik a vallatószék? Hát ezt ő kérte. Ez érdekes. Hát ő biztosította ezt a tárgyat, és nem tetszik neki. Na mindegy. Ezzel most nem bírok azonosulni. Oké, nézzük, hogy értékelte. Dekorációval nem volt nagyon megelégedve. Tárgyakat össze kell csatolni a kapcsolódó bútorokkal. De kevés volt a dekoráció. Hát mindig is egyet többet raktam, mint amit kért. Na mindegy. Megjött a pénz, köszönjük szépen, köszike. Na, alakulunk, ismételten pénzünknél vagyunk. Nézzünk valami megbízást. Valami zsírosabb meló kéne. A lakást át kéne alakítani az igényeihez, és ad rá 12 ezer dollárt. Ott egy másik, és 13.500-ot ad, tervezett, igen. IT specialista, elfogadjuk. Valami információs szakember, információs technológia, tehát informatikus magyarul. Úgyhogy úgy kell berendezni. Kicsit érdekesen vannak a falak. Úgymond elrendezve. Mindjárt meglátjuk, mik az igények. Aztán át lesz tervezve ez is. Jó, szerintem ennyi volt a takarítás. Valaki, hát ugye kipakolták a mosdót, WC-t, aztán nem bírt magával és oda csurrantott valószínűleg. Kb. Úgy nézett ki. Na, mennyi hely kell? Egy hálószoba, egy iroda, egy fürdőszoba, és ennyi. Tehát három hely kell. Három hely kell csupán. Hát itt most kapásban van nekünk, vagy négy. Köszi a pénzt, köszike. Én azt mondom, lerombolom ezeket a falakat. Nekem ez így nem jön be. Kezdjük előről. Tudom, hogy pénzbe kerül, de most mi volt ez a kis alagút itt? Összesen három része kell. Hálószobára, irodára és fürdőszobára. Nagyon szépen el lehetne osztani, hogyha mondjuk teszünk ide egy nagy-nagy szobát. Fürdőnek ugye nem kell sok. Nem, ez lesz az iroda. Hát most elgondolkodtam egy pillanatra, hogy lehet, hogy nagy lesz irodának, mert nem sok minden kell bele. Fürdőszobának, hát ez igen, zuhany elég lesz, úgyhogy nem kell neki szintén nagyobb hely. Na, ekkora lesz, első körben. Szándékosan jó nagy irodát kapott, mert az úgy menő. Fürdőszoba, iroda és hálószoba. Ez az irodája, ez az a hálószoba, ez a picike meg a fürdő, szerintem. Na, kezdjük a hálószobával. Annyit tudni róla, hogy kívánja az alap dolgokat, úgyhogy itt alapra fogunk rászűrni. Na, hát ez az alap, halványkék. És mivel először a... Na, mennyi följebb? Hálószobával kezdünk, az pedig szerintem ez legyen. Halványkék szint kapott, oké. Padló szőnyegnek pedig ezt ajánlotta fel, ami alap. Most ez így nem biztos, hogy jó, mert kifestett egész odáig, de nem baj, majd át lesz. Szék, asztal, gardrób. Francia ágy. Kezdjük szerintem az ágyjal. Ágy nincs alap, fali növény nincs, könyvek vannak, az még megy a polcra. Ilyen fali polcot egy kell belőle, úgyhogy ez egy elég lesz. Tudok rárakni könyveket. Na, kapott könyveket, nagyon jó. Hűtőszekrény. Jó, a hálószobában hűtőszekrény. Értem. Jó, hát van ez így. Szerintem beteszem a két ablak közé. Jó lesz, nem? Ja. Oké. Konyha szekrény. Az pedig lehet, hogy itt kéne az ablak mentén. Vagy inkább itt belül. Legyen itt belül. Na, van egy sarok. Van egy sarkunk. Beforgatom sarokra. Így a falhoz szépen behelyezem. Lesz egy ilyen dupla. Na, másik irányba kellett volna forgatni. Így.
Mennyi kell belőle? Konyhaszekrényben ennyi elég volt. Jó? Na erre teszünk egy mikrót. Mikrót tesz ide be a dologba. Oké, gardrop. Lehet, hogy el is fér itt a gardrop mellette. Na teljesen szabad még az az oldal. Oké, egy kis asztal. Na a kis asztalt azt beteszem ide középre. Kettő darab széket igényel. Hát nem mondom, hogy színbe illik hozzá, de ennél nem lehet választani színt. Oké. A fali növény és francia ágy maradt, mert alapot nem lehet azokból választani. 9600-unk van, nem tudom egyedre mennyi pénz, én azt mondom, hogy ja, nem volt olyan, amit utál. Igaz? Nem volt, csak kívánalom volt. Ebből viszont nincsen alap, hogy beteszek egy ilyet. Mik ide szépen a sarokba. Jó lett, nem? Hát kell neki világítás is. Egy fali növény. Tessék, kapsz még egy bambuszt is szeretnék valahova ledobni. Nem tetszik ott, de ha már leraktam, ott marad. Oké, jöhet az iroda. Visszakapcsolom az alapot. Jó szépen az irodába. Az iroda is megkapja ezeket a kék falakat. Halványkék falakat. Legalább egységes lesz. Nem cicomázzuk. Linoleumot, és ezt csillagozta be. Hol legyen ez? Tényleg jó. Szép, jó lesz. Vali óra az van alapba. Mondjuk ide középre fölcuppantom. Szekrény az nincs. Holz sincs, kicsi dekorációkból akad, de előtte kell valami, amire lerakom a dekorációt. Tégek vannak, laptop, dekoráció. Jó. Akkor ennyi volt az alap. Jöhet egy íróasztal. Én azt mondom, hogy szerintem, ha ott bejövünk, akkor ez íróasztalnak jó lesz. Amint ahova az íróasztalt lerakom. Kérdés, hogy legyen-e ilyen nagyon modern? Nem. Akkor ez lesz, de. Így. Szék. Az asztalhoz. Kettő szék. Jó, akkor azt majd külön. Ebből viszont volt alap. Rakunk egyet ide belőle. Rakunk egy sima alapot. Ja, hogy kettő asztal kell. Jól van. Akkor jó. Akkor egy olyan asztalt szerintem ide neki. Titkárnőnek. Még a bejárathoz, amikor bejönnek, és kezit csókolom, ott fog csicsikélni szépen. Fogadja a váratlan vagy várt ügyfeleket. Jó, laptop. Ebből is alaplaptopot fog kapni a kis kezit csókolom. Úgy. Meg a főnök is, mert ez az alap, és ő szereti az alapot. És mi alaposak vagyunk. Oké, kicsi dekoráció. Teszünk ide a főnöknek a sarokba, ha megkívánná a viszkit. Valami jó kis polc kéne, abból nem volt alap. Melyik illene egészen? Szerintem illene ide. Ha, jó lesz. Erre már fel tudok tenni pár dolgot. Kell szekrény is ide a főnöknek. Darabba kap egy ilyen kis cuki szekrényt. Nagyon jó. Ezzel teljesítettük is az irodai kívánalmakat. Menjünk a fürdőszobára, aztán utána majd dekorálunk. Hát oda bizony sárga lesz. Méghozzá ilyen sárga. Padló az pedig csempe. Zuhanykabin. Hát ez nagyon durván ronda. Szerintem. És fából zuhanykabin. Hát ez az alap. WC, az már kicsit jobb. Mosdót, azt pedig ide teszem az ablakhoz, elküldte a pénzt, köszönjük szépen, köszi. Na mi a gond? Azt hiszem a bérlőd elkezdett metamentfa, mint főzni. Hát, hoppá, kaphatunk 1500-at, hogyha minden rendben. Szerintem minden rendben van. Mi?
Nem vagyok nagy rangolja néhány döntésnek, amit labdarendezéskor hoztál. Remélem osztozol az érzésben, és helyrehozol néhány dolgot. Nem tudom nem észrevenni, hogy a fürdőszoba a lakás leglehangoltabb része. Jó, hát essünk neki. Fogjuk csinálni, de nem most. Szuper, alig várom, oké. Adjunk. Egyre ezt szeretném befejezni. Na, megvan a mosdó. Kéne valami tükör, az alapból nincs. WC-kefe az van. Legyen ide. Mellétéve papír. Ejha. Egy rakáspa, pumpa. Ahogy mi? Akkor most fizetnem kéne védelemért? Hát figyelj, ahogy gondolod. Törölköző tartó, az sincs alap. Jó. Megadtam neki mindenből az alapot. Kap egy kortárs törölköző tartót, amint ide kijön. Kicsit túl modern ehhez a vacak fürdőhöz, de jó lesz. Oj, van álló tükör. Nagyon biztos nem rakok. Hát nem műhelyre tettem azt a kézmosót. Na várjál. Hát ez egész jól néz ki, hogy ez. Kicsit feldobja ezt a komor hangulatot. Jó, megvan. Ventilátort szeretne. Hát én ventilátort úgy gondolom, hogy berakok az irodába. Itt... Ja, berakom ide a sarokba. Ezt elgondolkodtam, hogy lehet, hogy a szobába is jól mutatna. Na mindegy, így is jó lesz. Oké, ez megvan. Megvan minden, amit kért. Most el akarok menni, akkor azt mondja, hogy ez 67%, 93, 58. Kicsit dekorálni kéne az irodát. Dekoráljuk az irodát. Tegyünk bele a hanglemezt. Ugye a szekrényre. Vagyis polcra, meg egy-két ilyen utcost ide. Belőre. Már ahol elfér. Azért. Ezt itt nem akarja berakni. Én ezzel raknék virágot is. Karácsonyfát. Na! Karácsonyfát. Merry Christmas. Úgy mi. Oké, szerintem így most már jók leszünk. De 700%-ra ment föl. Mi hiányzik? Szőnyeg? Vagy mi kéne neki? Van még egy csomó pénz. Ez, hogy kéne függönyt rakni. Hm? Hol találom a függönyt? Ha, van egyáltalán függöny. De jó. Ruhakupac. Ez még jó lesz, ruhakupac. Aha. Gömbölyű cicaplüss. Feltétlenül. Jó, ezzel én végeztem. A cica plusz az engedhetetlen kelléke volt ennek az irodának. Na, értékelés. Nem tetszik neki. Az a baj, hogy ő kérte az alapot. Ennek én mindenből alapot raktam. És az első kapásból nem tetszett neki. Igen, az alap az nagyon alap. Az jó lesz, nem? Mondom én. Nagyon jó lett. Cica plusz. Tettem azt nézem meg a cica plüst. Valak olyan, amit kértél, preferált. Hát ennek ennyire nem túl boldog, de azért elfogadta. Nem, hogy elküldted a pénzt. Jó. Na, feloldásra kerültek újabb tárgyak, régies típusú tárgyak. Oké. Okay. Nézzük meg azt, amit kért tőlünk, mit szeretne ő felújítani. Butorok eltávolítása, felújítás végrehajtása. Hát először takarítsunk. Ja, hát ezt szeretné felújítani, úgy látom. Kicsit modernebbre talán? Kicsit jobbra talán? Hát ennyi. Ehhiján nincs túl sok lehetőségünk, attól tartok.
De annyiba belemegyek, hogy megkapja mindenből a legdrágábbat. Hát azért ilyeneket nem. Ráptörlőt is kap. Egy ilyen welcome feliratot. Oké, és ide neki... Mosógép! Azt a mindenit. De jó megy egyeseknek. Oké, mosdó. Óvatosan még zuhanykabin is kell. Először inkább azt raknám be, ha befér. Hát eléggé kitakarja az ablakot. Teljesen. Na mindegy. Akkor még ide kéne valami komolyabb mosdót is bezsúfolni. Kételen. Mi jól mutathatna pedig. Hát nem tudom. Mindegy, kiviszem innen ezt a fűtőtestet. Nem jó lesz itt. Jó. Egyelőre. Jaj. Nem fér hozzá a bútorhoz. Akkor ez itt nincs jó helyen. El se férünk hozzá? Hát pedig nem tudom átrakni. Hát ezt valahogy át kell rendezni. Hát ha ráteszem ide a bejárathoz, akkor... mindig azt írja, hogy nem fér hozzá. Az azért fura, mert elvileg hozzá kéne, hogy férjen. Nem tudom, mi a baj vele. Egyébként kiveszem a budit is. Még így se fér hozzá. Tehát alapból az elhelyezéssel vannak gondok. Ja, persze, hát ott van a tappancs, ezt nem néztem. Jó. Kérdés, hogy a WC-t be tudom-e tenni ide. Nagyon jó! Hát a mosdót akkor ott kéne hagyni, pedig az ott nekem nagyon nem tetszik. Ha ide berakom, akkor tuti megint nem fog hozzáférni. Ja. Hát, akkor marad. Marad ez a megoldás, hogy ide rakom az ajtóba. Kicsit most meg túl... közel raktam a mosogatógéphez. Jó, nem, mosogatógéphez itt se fér hozzá. Nem lehetne mosogatógépet máshova rakni? A fürdőbe? Lehet jobban elférnénk. Illetve még egy olyan gondolatom támadt, hogy megcserélem ezt a kettőt. Ennek ugye nagyobb hely kell. Jó. Na, hogy nézzük. Úgy nézem, hogy nincs sehol semmilyen túlás felirat. Oké. Okay. Jó, padlót még nem fényeztem át neki. Modernizál, illetve a falakat zöldre szeretné. Karácsonyos. Legyen ilyen. Na. Oké, okay. Ruhaszárító tükör. Olyan jó a szállított, még ide be kéne raknom. Talán egy ilyet ide a sorokba. Talán megengedi. Nem. Az már nem fér el. Nagyon picit a fürdő. Rárakni se lehet. Na, így viszont jó. Oké. Okay. Visszahozom a tükröt. Na, azt tényleg nem lehet itt útba. Haha. Kikerült! Tadám! Készen van! Na, lehet boldogkodni. Lehet örömködni. Akkorni a térdet, örömünkbe. Szép munka. Nagyon élvezem a friss látványt. Hát azt el is hiszem. No, sokba került. Kicsit zsufi lett, de végig elfért minden. Na, folytköv profil. Ez a 23-as szint. Véletlenszerű lootbox. Kapunk valami lootot. Úgy legyen, értékelést kaptunk. Első benyomás
Nem volt probléma, dekorációnál, kevés dekoráció van a szobákban, iroda. Lehetne kicsit több a dekoráció a hálószobában. Tehát egy kicsit többet kéne dekorálni. Jó, akkor mostantól arra is figyelek, hogy ha készen van minden kívánalom, akkor utána amennyi pénz van, abból dekoráljunk. Mert nekik dekoráció kell. Na, képességfák. Ez mi ez? Szabotás. Jó, ez nem ilyennek kapcsolatos. A nagybácsit kéne egy kicsit fejleszteni, mert mostanában gyengélkedik a képessége. 500 nő a püstolási esély felújításai. Én azt mondom, hogy erre rakok. 2,5% a takarítási sebesség, 10% a esély javítása. Ez nagyon fontos. Oké, főbérlő, bérlő, nagybácsi, főbérlő, bérlő, ennyi van. Ami két pont. Főbérlőnél, ez mi? Feloldja a szakértő marketing lehetőségét. Hát ez kell. Ami 6 helyet ad a tárolókapacitás, ez annyira nem fontos. 10% nők a bérlő jelenvonásainak a kutatási sebességét. Jó, elkezdünk foglalkozni a bérlők jelenvonásaival is, mert akkor jobb lesz a kapcsolat, ezáltal több pénzt tudunk tőlük kicsikarni, kapni. Ez csúnyán hangzott. Na, de értitek, mit akartam vele mondani. Na, nézzük, milyen főbérlőink vannak. Nem. De itt vannak a bérlők. Húha, hát ez nem valami túl jó a kapcsolat. Kéne egy kicsit javítani. Jó, haver. Kitakarítok. Itt is valami nagyon füstölt. Forzott. Itt is valami nagyon büdi. Egyelőre ennyi. Hát kéne vele is egy kicsit javítani. Indítsunk egy kutatást. Mivel tetszik a virágok és a gyors kaja. Ajándékozzunk neki ételnek. Hát... Popcorn, a gyors kaja. Nem tudok vele kapcsolatban, mert nem ér rá. Nem ér rá, mert éppen állnia kell egy helybe, vagy ő eltűnt. Megint megjött a pénz, köszönjük szépen. Na mindegy, a kutatást elvégezzük. Az volt a feladata, azért nem jött rá, mert éppen állt egy helybe. Nagyon menő vagy ezzel a lehallgatóval. Megjött a popcorn. Hát ez nem jött be. Ez nem igazán az én világom. Akkor dob ki. Ez szomorú, mert javítani akartam a kapcsolatot, és pont az ellenkezőt sikerült elérnem sajnos. Oké, menjünk, intézzük el a kártevőket. Gyorsan egy hamar. Mehet az... Újkáljuk. Olyan óriási hatalmasak ebben a csótányok, komolyan mondom, mint egy cicák, de macskák, akkorák. Hát nem olyan, mint az a plüss cica, amit az előbbre leraktunk, hanem az igazi cicák. De jó kis paras cicák, amelyek megfogják az egeret. Nem a házi kedvencek, hanem azok a egérfogó cicák. Na, meg is van. De akkor majd tudom, kéne takarítani is. Na, mi van? Ezért az egyérnél jöjjünk be. De ezt az egyet feltakarítom. Egyér, meg még kettőért, meg háromért. Jó van. Akkor itt a Pista bácsi szépen. Menjük szépen. De van megint három üzenetünk. Úgy, mint segítség megoldva. Igen, nem örült a popcornnak, és megkaptuk a pénzt, köszönjük szépen, köszi. Kutatás befejeződött. Sikeresen felfedezted az egyik bérlőd utált dolgait, édesség. Tehát most már tudjuk, hogy a popcorn és az édességet nem szereti. Oké. Okay. Ám egy kedves ember. Milyen ajándékot tudok neki adni? Újságot? Kapjon egy sportmagazint,
Sportosan néz ki, sportosan öltözik legalábbis. Ki tudja. Hát ha. Nya. Megjött a pénz, köszönjük szépen. Pont ő. Nézzük meg Irénnek is a igényeit, vagy hát próbáljunk egy kutatást végezni. Most ott nem lehet. Hát nem tudok már semmit. Születésnapja van. Nem, nincs. Csak nagyon kedves vagy. Oké. Okay. Nézzünk még gyorsan egy küldetést. Valamit. Valami zsírosat. Valami nagyot. Valami sok pénzt hozott. Nem nagyon haladunk még a terv felé. Még egy százas mindig hiányzik. Nagyon ez. De kapunk 9004-et. 9 nap alatt kell felújítani a lakást. Na, kezdjük meg a takarítást. Oda szép kis óra. Ruttánc. Mert ez egy táncrúd. Ugyes a bácsi, pláne most, hogy növeltük a képességét még inkább. Micsoda dekorációk itt a falon, azt a mindenit. Oké, okay. Na, hány helyiség kell? Fürdőszoba, nappali, hálószoba. Tehát három helyiségre lehetne ezt szétbontani. Én azt mondom, hogy legyen egy jó nagy nappali. Aha, legyen középen egy nagy nappali, és két oldalt pedig legyen a fürdőszoba és a hálószoba. Akkor viszont falat kell bontani. Nem lesz valami nagy, hogyha ezt a megoldást választom. Lehetne úgy, mindjárt ezeket félre rakom egyelőre. Na, a nappalinak mi kell? TV, kanapé, fotel, dohányzó, táncrúd. Tehát oda kell a táncrúd. Dász, csocsó, tehát aha, csocsó az viszont nagy asztal. Akkor jó lesz az elképzelés, hogy egy jó nagy nappali. Hálószobának szerintem nem kell olyan nagy. Arra gondoltam, lehetne a hálószobát a fürdőszobában zuhanykabin kell, tehát az sem kell nagy. Tehát fürdő sem kell nagy. Az meg durva lenne, hogyha... Jó. Habár nem úgy akartam, de úgyis jó lesz. Azt mondom, hogy legyen így. Ez lesz a nappali, jó nagy. És akkor lesz itt egy kisebb fürdő és egy picit nagyobb háló. Hát nem nagyobb, igazából egyforma. Csak innen ebből a szögből tűnt nagyobbnak. Tudunk rájuk ajtót. Jó, szerintem így lesz a jó. Tesszük egyelőre valamelyik sarokba. Teljesen mindegy, mert aztán is az egész át lesz rendezve. Jó, nézzük a nappalinak a... Nem. Azt nézzük, hogy mit kér és mit szeret, mit nem szeret. Oké, kívánja a bár, az árt és az alapot. Tehát egy alapot, egy bárt, az ártot. Na, ezeket szereti. Akkor fessük sárgára, de nem a hálószoba lesz, hanem a nappali, az meg barna lesz. Hát egy kicsit sötét szerintem, de ő tudja. Aztán a padlószőnyeg az viszont feldobja egy csöppet, igen, 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 igen. Bár lehet, hogy megfordítottam volna, és inkább a falak lennének ilyen sárgák. De mindegy. Oké, csocsó asztal. Lehet, hogy ezt a részt fogom itt kialakítani, kicsit ilyen szórakoztató résznek. Majd meglátjuk. Darts. Mellé. Még az nem biztos, hogy jó, hogy itt dobálják rá, miközben itt játszanak. Na, és akkor lesz egy kis hely. Na, jobb, oké. Okay. Dohányzó asztal, fotel, kanapé, tévé. Mennyi pénzünk van? 9000.
Nézzük, milyen kanapét ajánl föl nekünk. Ezt beteszem ide így a sarokba. Hát ez már kicsit közel van a dárchoz. De a dárcot azt most áthelyezem ide. Több helye legyen. Jó. Ezelé teszem a dohányzó asztalt. Így már nem lesz jó. Akkor nem forgatom még se be. Mert úgy akartam, hogy... tudom már, hogy lesz. Így. Előtte lesz a dohányzó asztal. Ha egy fotel az nincs benne ebbe a listába. TV. TV-t viszont valamire föl kell rakni. Fölrakom a dohányzó asztalra. Lesz így szerintem. Oké. Okay. Jött a fürdőszoba. Fürdőszoba barna lesz. A fala. Melyik legyen a fürdő? Milyen ez a fürdő? Önpét szeretne, azt is megkapja. Zuhany kabinból, hát megint ez a kis vacak lesz, tehát ez az ő kérése. Én nem szívesen raknék be ilyet. Oké. WC csészéből lehet jobbat. Hát megpakolhatjuk ezt a falat ezekkel a dolgokkal. Van elég bőven helyünk, úgyhogy nincs gond. WC papírt ezt letesszük ide jobb kézre. Kefét azt áttesszük ide bal kézre. Tükör az nincs benne. Törölköző nincs benne. Oké. Okay. Ez a hálószoba. Sárga falakat akar. Műnyegnek szintén hasonló. Egy személyes ágyból, de viszont kettőt. Kérdés, hogy egymás mellé tegyük, vagy inkább külön? Tegyük inkább külön. Legyen saját tere mindenkinek. Valamennyi. Hát. Jó, mindegy. Matrac. Ó, értem. Tehát itt többen lesznek. Nem csak annyi, amit gondoltam. Oké. Okay. Akkor viszont kicsit sűrűbbre kéne rakni. Mert matracból is kettő kell. Most kérdés, te tudok-e ide rakni egyet, engedje? Aha, jó. Hűtőszekrény, ez nagyon fontos hálószobába. Mikrohullámos hűtő, azt viszont rá kéne tenni egy asztalra. És azt mondom, hogy egy konyha asztalt, valamit be kéne újítani, egy olyat, ami nekik tetszik. Na, ezt viszont nem jó. Ez viszont nem jó. Nem férünk el. Miért pont ezt a kerekasztalt, nem a... Jó, legyen másik fajta asztal. Most már kiveszem ezeket, mert nem segítenek. Én azt mondom, hogy egy olyan asztal kéne, egy ilyen kis sarok. Hát ez is nagy. Igen, ez is nagy. Akkor ebből egy kisebbet. Júj, még nagyobb. Na, egy ilyen kis... Ez asztal? Nem, ez szék. Csodálkoztam. Ez is puff. Nem nagyon vannak kicsi asztalok, az a baj. Még a kicsi is nagy ide. Még azt tudom elképzelni, hogy kiveszem a hűtőt. Ez ugye nem olyan széles, mint egy asztal. Akkor úgy be tudok tenni egy asztalt ide a sarokba. Még így megoldás lehet. Aha, ez így tök jó. Akkor el már rá tudom tenni a mikrót. Ennyi. Oké. Oké. Jó, akkor most viszont a fotel mehet a nappaliba. Egyébként van mi 4008, úgyhogy belefér a legdrágább fotel. Hát... Mondjuk így, hogy tudják nézni a ruttáncost. Jó. Akkor tükör a fürdőszobába. Ugye kimaradt. Sok minden kimaradt a fürdőből, törölköző tartó is. Hol jön ki igazából? Mindegy, ide teszem. Tükör. Ó, micsoda kis sztár tükör.
Ja, de jó kis napocska tetszik. Na, a gramofon Davidre lejátsza, az majd kell még neki. Vali lámpa, hát nyilván. De helyiségbe kell rakni többet is. Kéne világítani a nénét, ahogy táncol. Na, így. Nem teszi le? Akkor ott marad. Szerintem útban volt a felirat, így. Nagyon jó. Vannak a lámpák is, és akkor most jöhet a gramofon és DVD lejátszó. Én ezt beraknám oda, ahol a tévé van. Tehát ide. Akkor kéne neki egy bútor. Kéne valami olyan, amire ezeket rá tudom tenni. DVD lejátszót, azt... lehet, hogy ide a asztal alá... asztal elé így. Jaj, de jó! Kicsit lehet, hogy hátrébb kéne rakni, csak nem rúgnak bele. Ez a tárgy kevesebb dekorációs pontot ér, ha a földön van. Oké, vettem a célzást. És ezt fölrakom valamire. Ó, oh, van egy ötletem. Na, jó lesz, nem? Valamilyen butorhoz közel kell elhelyezni, kanapé, fotel. Aj, micsoda egy kis szórakoztató központot csináltam én ide. Jó, gramofon. Gramofont... azt szerintem bárhova lerakhatom, de azt se raknám a földre. Neki is kéne valami szép kis... asztalka, vagy nem tudom. Valami régies asztal. Most kaptunk régies dolgokat. Az előzővel. Egy fali polc, vagy nem fog beleférni. Ezek pont nem régiesek. Na várjál, kiválasztom a régiest. És akkor... nézzük, milyen lehetőségek vannak. Hát nem sok. Még lehet kicsit vastagabb. Rokszekrény. Na, tegyünk egy rokszekrényt. És akkor arra rá szerintem a... gramofont. Legalábbis remélem, hogy ráfér. Nem. De. Nem is lóg le. Csak a tekerője. Az pont jó, nem veri be az ember a kezét. Na, én részemről szerintem készen van. Ennyi. Befejezhetjük a megbízást. Itt meg gondok vannak. Mi a bajuk? Hol van, már lejárt az idő. Értékeli. Megjött a pénz, köszönjük szépen. Megnézzük, hogy ennek a bérlőnek mik a igényei. Kicsit elemezzük, mert ez a szerződés ezzel nagyon rosszul sérült. 600 dollárra kevesebbet fizet. Az pedig komoly pénz. És ez az ingatlan, ami elég sok pénzt hozott eddig, viszont mindkét bérlővel hát most gyengébb szerződést sikerült kötnem, úgyhogy nagyon rá kell menni arra, hogy jóba legyünk egymással. Mind a kettőben nagyon rosszban vagyok, hogy ezt a kutatást el kell végezni. Az olyanzik, nem tudok vele mit kezdeni, a másikat pedig kutatom. Megnézem az üzeneteket gyorsan, veszette a pénzt. Oké. Jött a pénz is. Pénz, köszönöm szépen. Nagyszerű. Megint jött egy kis pénz. Ez jó, ezt szeretem. Kicsit érdekesen vannak itt öltözve a csajok. Mindegy. Hát nagyon a játékfejlesztők nem fordítottak túl sok időt arra, hogy többféle autó, többféle ruházat.
mert egyen minden. Azért jó, most engedjük el, igazából nem erről szól ez a játék, hogy megjöttek a pénzek, nagyszerű. Ennyiben mondjuk jó dolgom van, hogy azért senki nem tartozik, mindenki szépen fizeti a szükséges fizetnivalót. Intenzív filmeket szereti. Na, úgy néz ki, hogy ebben a házban nincsen jelenleg bérlünk sajnos, úgyhogy kell bele keríteni. Kell adni. Na, ezt ki kéne takarítani. Ezért így nem lehet kiadni. Elújítani, itt kezdem felújítani. Nem újítok ezen föl semmit, ez egy teljesen jó, szerintem. Viszont ki kéne adni. Az újságba vagy a rádióba, az komolyabbak is jöhetnének. Szerintem egyszer megéri több pénzt kiadni utána. Jobb lesz. Na nézzük, ő egy dietetikus sportoló. Megvárom az első értékelést. Egy zeneszerző zenész. Inkább a sportoló szerintem az lehet a hátterét és a béleti viszonyokat is leteszteljük. Addig a csőtörést azt küldök rá egy szakembert. Ne vonj el a figyelmet a kiadásról, vagy hát a lakás kiadásának a részleteiről. Zenész, nem kielégítő, elfogadható. Tegyünk neki egy ajánlatot. Jó, magas ajánlatot. Ó, ne vicceljünk, azért kérem, jó, de ingyen akarsz itt lakni. Fizessek esetleg én, hogy idejössz? Az 1850 megfelel, úgyhogy nem is tarakodtam tovább, kiadtam. Nagyon örülök, hogy összekötött bennünket a béleti szerződés. Hát azt majd meglátjuk. Azt mondja, hogy vega kaja. Közérzet egyelőre semleges. Végezzünk rajta is egy kutatást. Azt lehet róla tudni, hogy elfogadható. Véleti előzmény cím, elfogadható, elfogadható. Tehát végig is fizetett, nem volt olyan nagy gond, úgy látszik. Erkölcsi bizonyítványa, bűnügyi, nincs bűnügyi nyilvántartás, úgyhogy jó. Oké, maradhatsz. Van nekünk újabb megbízás talán? Kéne elit szerződés még. Na, ez jónak tűnik. Több pénzt fog hozni szerintem. Jó, kezdjük meg a takarítást egy hamar. Szeretném egy kicsit húzni, mert nagyon megy az idő. És egyelőre pont úgy állunk, mint amikor elkezdtük a játékot. Jó, hát annyival azért előrébb, hogy kifizettük néhányszor a hitelt. Ugye az is, hogy mi a baj? Megcsapod olyan szag, jó, küldök egyre szakembert, most nem élek rá vele foglalkozni. Ezt a házat kell rendbe rakni. Szeretem, mert elég jó a kialakítása. Attól függ hány helyiség kell, de ez a fajta méret, ez a hagyományos téglalap alak, ez ad lehetőségeket. Azt mondja, kell egy hálószoba, fürdőszoba, konyha, előszoba. Tehát négy helyiségre kell bontani, az nagyon jó. Az előszoba jó, mert az egy ilyen kicsiben megoldom. Jó, már kis alakult a fejem, hogy hogyan fogom megcsinálni, egyelőre bontok. De közül semmi nem kell. Én arra gondoltam, hogy... Na, most pont útban van. Hogy egy ilyen pici kis előszoba lesz. Na, nézzük át még... Hát igen. Tehát, azt mondja, hogy kell egy hálószoba. Kell egy fürdőszoba, az már fölöslegesen nagy. Kell egy konyha, egy előszobás. Ezt gondoltam előszobának. Ide mondjuk egy hálószobát, egy fürdőt és egy konyhát, egy ilyen nappali szerűséggel. Akkor lehet, hogy egybe lehetne kötni a hálószobát nem. Előszobát. Előszoba, mint nappali. Akkor ez a kialakítás, ez teljesen hibás így. Így teljesen hibás. Hát minden útban van ez az asztal? Ez komoly. Azt hiszem, ott is útban lesz. Mert az ajtóhoz itt tudja, nem lesz útban.
Kérdés, mennyi minden kell a fürdőszobába? Zuhanykabin? Igazából semmi sok. Csak lehetne egy kicsi fürdőszoba. Hát ez a kialakítás már most nem tetszik. Tudatlan fürdőszoba, hálószoba, akkor konyha az lehetne így nagyobb. Akkor ez lesz neki úgymond a nappali, vagy előszoba, konyha. Ezek rajtokat, ezt megnézem, hogy mutat. Nem lesz jó, mert ez itt nagyon szűk, ez nem lehet mit kezdeni. Próbáltam valami újat kitalálni, de szerintem ez így fölösleges. Így nem lesz jó. Fordítva fogom csinálni. Úgy fogom levágni, és ekkora lesz, és az lesz úgy a... Na jó, mindegy. Először megcsinálom azt, amivel tudom, hogy biztosan úgy lesz. Oké, legyen hálószobája. Nézzük gyorsan a preferentumokat. Oké, szereti a zent és az alapot. Tehát egy alap és zen. Alap és zen. Befejeződött a kutatás. Válogatós az új ügyfelünk. Jó, van, erre oda kell figyelni. Hálószoba sárga. Ennyire a nagyobbik a hálószoba szerintem. Gardulnak, linoleum vagy szőnyeg. Oké, gardrópot akar. Jó, már is tudom, hogy mit nem így fogok csinálni. Mégpedig így. Oké, tehát szerintem ez lesz a jó megoldás. Nagy hálószoba, WC konyha, vagy fürdőszoba, konyha és előszoba. Még lehet, ezt a falat is itt lebontom. Meglátjuk, meglátjuk, hogy adja ki. Na, kell egy gardrop. Ó, van ilyen gardropunk. A 9000, remélem, hogy... De érdekesen néz ki. Olyan modern. Nekem tetszik végül is. Nem fejezte. Oh, legyen inkább piros. Legyen piros, jobban néz ki. Sárga piros jól néz ki. Oké, gardrop megvan. Ágyikó. Mindig bajban vagyok, amikor alapágyat kérnek, mert ezek általában nagyon vackok. Hát én beteszem ide a fejét a sarokba, aztán nem még jó lesz. Könyvek az a polcra kell. Motivációs poszter, az jó lesz itt fölötte. Optimista kifejezések, amelyek jobb kedvet derítenek, mielőtt munkába indulsz. Ja, ezek jó dolgok. Micsoda lámpa. Ezt hova lehet rakni? Földre? Hát ez vicces, legyen ott. Jó, majd föltesszük szerintem valamire. Ez ilyen könyvlámpa, nem mi ez? Ez egy kis lámpa. Taborna álló és a fali lámpák remekül harmonizálnak szinte minden szobába. Tökéletes kiegészítő lehet a modern beltérnek. Jól van. Szőnyegünk még nincs. Oké. Okay. Na, és arra gondoltam, ez ilyen nagy, akkor ezt ide rakjuk. Ez ilyen bősz, mert nagy, akkor azt oda rakjuk. Könyvek, nyilván. A polcra. Mi lehet rárakni a polcra a könyveket? Akkor tesszük a tetejére. Hát sokat nem fog olvasni, hogyha ott van fönn szerintem. Ez nagyon melege lesz neki, az úgy nem jó. Na, itt. Oké, hát amiket kérdez, hogy nagyjából megvan. Tehát ez így még elég szegényes. Nem baj. Majd visszatérünk rá. Oké, jött a fürdőszoba. A kéket kér. Ez a fürdő. Kőpadló. Persze, hogy kő.
Zuhanykabin. Elküldtem a pénzt, köszönjük szépen. Köszike. Na végre ez egy normális zuhanyt is. Aj, de jól néz ki. Ez tetszik. Nagyon modern. Nagyon modern, tetszik. Oké, WC csésze. Az is. Ah, van egy csomó új, úgy látom. Viszont egy pöttyet arrébb teszem, tehát tényleg csak egy egész picit, hogy elférjenek itt a WC kellékeim mellette. Lehet, hogy túl fogok költekezni. Mert itt ugye hely is van, meg pénzünk is van. Helyünk is van, és új cuccok is vannak. De meglátjuk, hogy mennyi pénzünk van rá. Kell még WC papír. Örök közül tartom, az majd utána tükör. Á, lehet csillagos tükröt rakni, jól van. Jó lesz, nem? Nem volt fali óra. Tik-tak, tik-tak. Hova tegyünk egy tik-takos órát? Van elég hely. Fali lámpa, az lehet ilyen. Amit egy mékas. Vagy inkább... Inkább ilyet. Hát ez zsufi lett, azt átteszem ide inkább így. Szerintem így jobb. Na. Mi visszajövünk a törölközött tartót lerakni. Most megcsináljuk a konyhát. Ja, meggondoltam magam. Igen, egy kicsit itt átvariálom. Egy ilyen konyhát gondolnék inkább. Itt lesz az étkezőasztal. Mondjuk így meg eléggé szűkecske itt a dolog. Hát így beúszhatnám, és akkor nagyobb lenne a hely. Ja. Hát igen, ez a tervezőasztalon kéne eldőjönnem. Megcsinálom aztán utána. Még nagyon nagy lett. Nem baj. Nem baj. Konyha. Ütőszekrény. Ja, nem az nem várja, nincs kész ez. Zöld falakat akar a konyhába. Hát inkább ez, mint ez. Konyhába, szerintem. Aztán kőpadló. Vali lámpából. Attól függ, hogy hol lesz az asztal. Szerintem itt lesz. Egyelőre beraktam mind a kettőt. Tűzhely. Na most ezt úgy gondolom, hogy elindulunk innen a sarokból. Valamelyik sarokból. Jön két konyha szekrény. Nem. Közé rakom a mosogatót. Közé rakom a mosogatót, és még egy konyha szekrényen lezárom egy sarokkal. Picikét rakhatnám, nem is lett jó. Már így kell lerakni szerintem. Így jobb. Nagyszerű. Turmizgép az elfér bárhol. Hát igazából mindegy. Jó rálátása van. Tagel szívót a szigorúan ide fölé. Ezzel meg is vagyunk. Jó, hogy nem kell neki még értem az étkező asztal. Nem baj, az ide leteszem, mert kávé ide terveztem. Még egy jó nagy helyünk van. Előszoba, azt a barnára szeretné a kedves ügyfél. Az történt, hogy elfogyott a pénz. Ezzel se kaptam valami sokat. Úgyhogy valahol spórolni kell. Valamire nagyon elment a pénz, szerintem ez volt nagyon drága. Egy egyszerű gardrób elég lesz szerintem. Ebből az olcsóbbik. Mondjuk az még jobban is illik ehhez a stílushoz szerintem. Hát elfogyott a pénz. Ha még ilyet. És akkor még itt vannak a növények, azokat se vettem meg. Nagyon sok pénz elment, azért a falakat bontottam. Tudom, ez az én hibám. Ezt most abszolút mea culpa. Lelosszabban mennyi minden kell. Az 500 dollárban nem ez befejezve.
már pedig úgy nem engedi a játék, hogy ne legyen befejező, úgyhogy cserélni kell pár dolgot, az biztos. Elnézzük először ezeket az olcsóbb dolgokat. Azzal meg az lesz a baj, hogy túl olcsó lesz, de nem fog neki tetszeni. Inkább úgy fordítom, hogy aki bejön, azt üdvözölje. Szerencsé, ezek nem drága dolgok. Ez viszont már igen. Jó, akkor nem kell a legdrágább WC, és nem kell a legdrágább zuhany. Hanem... az nem van nagyon olcsó. Hát, a WC-n tudunk spórolni 300 dollárt. Az mondjuk nem biztos, hogy elég lesz. Nézzük, hogy mit lehetne okoskodni, hogy több pénz jöjjön. Tükör. Elég drága a tükör, de... mindegy, van még 900 dollárunk. Ezzel kell kihozni a... Örököző tartó, zuhanykabin. Hát, megkapja megint ezt a szócskát, nem tudok mit csinálni. Oké. Jöjjönnek ezek a növények. 600 dollár, úgyhogy nagyon oda kell figyelni, milyen gizgaszt rakok hova. De több is kell, hogy jobban meg kell válogatni. Lehet, hogy ezt is eladom. Ez is ilyen 350 dollár. Az is pénz. Pali növényből most tényleg nem eresztem el nagyon magam, mint ahogy szoktam. Legyenek inkább ilyen egyszerűbbek és olcsóbbak. A dekorációból dettó. Egy kis ilyen keleti hangulatot beleteszünk, mert olyan a lámpa is szerintem, illik hozzá legalábbis. Jó, még nem kapcsoltam ki. Törölköző tartóból se kap drágát, azért tényleg a legócskábbat azért. Hát tudom én, ez illik kb. Egy a falhoz. Ah, de jó, innen is, onnan is rálát, de jó. Így jó. Oké. Okay. Itt szeretném még kis dekorációkat. Hát, ezek a kövek is drágák. Könyveket már kapott. A hálószobája az nagyon gyenge. Úgyhogy kap egy gyertyát. Az elfér. Nem gyújtja fel. Mi olcsó van még? Egy Rubik kockát is kaphat. Hanglem ez a kicsit drága. Szerintem. Kap egy ilyen kockát még. Jó. Megvannak a dekorok, a fali dekorból még lehetne valami csüngő lógó valamit. A feje fölé én állom csapdát, oké. Okay. Nagyjából meg is van minden. Jól látom, még cipőtartó kell a bejárathoz. De most kaphat egy jobbat szerencsére. Oké. Okay. Na jó, van, úgy nézem, hogy sikerült mindent berendezni. Na, hát és mi maradt 500 dollárunk, jó van. Akkor ennyi. Nem hiszem, mit szól hozzá, ez 97%, 100%, 76%, 100%. Hát ez komoly, ez teljesen jó lett. Ennyire nem tetszik neki az esernyő tartó. Hát ő kérte, hát alap. Na jó van. Na, az viszont tetszik, ez jó. Hát kompenzálta ezt a nagyon dühös képet. Nem fog neki tetszeni a virág. Zuhany kabin meg se néz, jó? Arra inkább ne is menjél. Ah, jó van, oké. Okay. Jó lesz, köszönöm szépen. Nézzük, van egy rakás üzenetünk. Na hát, köptük a pénzeket is, nagyon jó, köszönöm szépen, azt is elküldte, ő is elküldte, elküldött mindent, jó van. Nagyon jó, ez még egy régebbi probléma. Oké, okay. Na, még egy bérlővel kell beszélni. Mi az? Na, vele legalább semleges a hangulat, úgyhogy talán jó lesz. Kicsit húzzuk fel, azt mondom. Ne, vicceljünk már egymással, légy szíves azért. Mindenek van határa.
Na, és megvan. Ez most viszont jobban állunk. Most viszont jobban állunk. Van még egy bérlő, akivel beszélni kell? Aha. Azt kéne tudni, most jelenleg mennyit kapunk tőle, engem az érdekel, azt hol tudom megnézni. Tehát most 1220-at kapunk, igaz? Jajajajajajaj. Az alá nem kéne menni. Már alakulunk. 1370, jó van, akkor többé ki tudtuk adni. Úgyhogy alakul a dolog, szépen egyre többet kapunk. Az a legjobb, ezekkel minden jóba lennék, kéne kicsit növelni. Azt mondja, hogy veg a kaja. Ha ajándékozni akarok neki veg a kaját, akkor fogalm sincs, mit adjak. De nyomunk egy kutatást. Mindegyiket végigmenjünk, majd szépen kikutatgatjuk, hogy mit szeretnek, mit nem, és akkor már úgy egyre jobban ki tudjuk adni. Már jobban állunk anyagilag is. Meg ha megnézzük a bankot. Akkor csak 142 000. Ugye 170 000-rel kezdtünk. Na, így megáll a játék, azért így jobban tudok beszélni. Tehát 174 000-rel kezdtünk, azt hiszem, ebből már csak 142, tehát 30-al kevesebb, illetve 70 000-ünk volt, most 84, úgyis több, egyre jobban állunk. Na, nézzük meg, milyen ingatlanok vannak a világban. Illetve nem a világban, csak itt a mi kis nyomornegyedünkbe. 220-ért tudnék venni 3 szobásat. 28 négyzetméter, 220, rendőrség, buszmegálló, viszont egész új, 2017-es, ez jó. Úgy látom, hogy nagy változás nincs. Na, ez lenne igazából a nagy villa, ez lenne igazából számunkra a nagy projekt. Ha felveszünk 500 000-t, akkor mindig csak 585 000-ünk van, az meg nem 800. Úgyhogy ez most még nem elérhető. 200 000, ez 21 négyzetméter, 3 szoba. Kosárlabdapálya, metróállomás és buszmegállás van, és 2000-es. Hát, minimális felszereltség, úgyhogy arra is kell pénz. Köszi a pénzt, nagyon jó. Hát még kell dolgozni. Ráadásul kaptunk egy elitet. Na, ezt az elitet ezt gyorsan még megnézzük. Ez még belefér mára. Nem pont úgy alakultak a dolgok, ahogy tervez. Micsoda! Azt hiszem, a bérlőd elkezdett metanfe... Aha, igen, de nem tudom, megkaptam az 1500-t, most van 85 000-em. Kutatás befejezett, modern irodalmat szereti. Jó, hát akkor majd ebbe kell indulni. Na, nézzük, hogy a 85 000-hez hozzáadja az 1500-et, most kíváncsi vagyok. Közben kaptunk pénzt. Nem vagyok nagy rajongó a döntéseidnek. Azt mondja, hogy tegnap megpróbáltam elérni a vonatomat, de másodpercek alatt kifogytam a szuszból. Király lenne, ha lenne pár sporteszköz a hálószobában. Megkaptuk a pénzt, úgy látom. Az 1500-öt. Belefordítsuk? Persze. Ez egy üzlet, úgyhogy a hype-ot minket, jó van. Oké, azt meg is, ki is fizette, amit kell. Igen, fizetned kell, és fizesd, de nagyon gyorsan. Ez az elit küldetés, itt pedig meg kéne csinálni neki. Az elit küldetésre 11 napunk van. Hova tegyek én neked sporteszközt? Mi? Ne szórakozzunk már egymással. De kicsi helyre. Jó kis alkoholista, én megint látom a ház. Érte nagy menő, végre megy egy kis fölös pénzem, de megkérdezd, honnan szereztem. A lényeg, hogy végre felújítottam a kecomat. Nagyon menő vagy. Szeretnénk egy kis kényelmet az életembe, de eszembe ne jusson azt a felső tízezer snob dizájnt idehozni, amiért annyira oda vagy. Bleh. Na jó, lássuk azt a varázsolatot, amely elfogadhatóvá teszed a helyet. Nem lesz egyszerű, az biztos. Ha-ha-ha. Ha-ha-ha. Kész, ennyi? Elmondtad, amit akartál? Jól lenne talán egy kis pénzt, vagy valamit. Azért szeretem az elit küldetéseket, mert ott van esély.
Azon felül, hogy nyilván legtöbb pénzt azokkal lehet csinálni a legrövidebb idő alatt. Valami antenna féleség? Én úgy néz ki. Akkor miért itt bent van? Ha, ügyes a bácsi, szinte mindjárt megjavít. Az is megadta a pénzt, köszönjük szépen. Na, hát ez egy viskó, és egy fürdőszobát kell lekanyarítani belőle, csak ennyi. Jaj, mi ez, összetörik a kép. Most ez miért jött föl? Jó, mindegy. És sok minden kell, szerintem ezt fogom kialakítani külön fürdőszobának. Lebontom. Építek ide egy... Egy kicsit nagyobb fürdőszoba legyen szerintem így. Mert azért itt el kell, hogy férjünk. Jó. Egy ajtó. Pacs. Oké. Okay. Kezdjük a fürdőszobával. Először katonai és üzletit fogjuk beaktiválni. Katonai és üzleti. Nagyszerű. Oké. Okay. Nincs katonai zöld, se csempe, se semmi, se WC. Oha! Ez így nem lesz jó. Tudunk-e valamit a viskóba, ami katonai? Könyveket, oké. Okay. Jó, hát gyakorlatilag semmink nincs. Mi a baj? Mint hogy téged nem érdekel, engem sem. Kiköltözöm, Csövi. Tehát erre hogy tudok válaszolni? Elvesztettem egy albérlőt? Hát egyelőre még nem mutatja. Van, majd odafigyelek rá. Jó, tehát ez a szűrő itt most nem fog játszani. Igazából nem tudok semmi olyat rakni neki, ami az ő igényeinek megfelel, úgyhogy alap lesz. Vagy hát nem úgy, hogy alap, hanem amit én úgy gondolok, hogy ez úgy szép, illik ide. És nem túl drága, és beleférünk ebbe a 11.900-ba, mert azért az eléggé combos szerintem egy ilyen kicsi helynek a berendezése. Ez miért törik így a kép? Na, oké, padló, csempe. Kicsit dobjuk világosabbá, vagy dobjuk fel egy kicsit világosabbal. Valak, zöld. Ez a libafos zöld, ez jó lesz. Most ez nem egészen értem, mi a baja, úgy néz ki, mintha egyre még nem fogadta volna el. Na mindegy, zuhanykabint berakom, akkor egyértelmű lesz, hogy ez lesz a fürdő. Mi tesszük ide a sarokba. Most már egyértelmű, hogy ez a fürdő? Nem, még mindig nem. A WC csésze. De az a baj, hogy ezek itt vannak. Nem igazán fürdőkellékek. Nem, majd át lesz rendezve. Oké, jó, ez az. Most már elfogadta a fürdőnek. Viszont most meg azt mondja, hogy nem fér oda. Oké, WC csésze. Még elég sok pénzünk van. Szerintem egy modern nyugodtan beficcenhet, és WC papírból is rakjunk egy ilyen komolyat a jobb kéz felé. Ezzel meg vagyunk. Falakat barnára szeretné. Talán ez a téglás. Szerintem illene ehhez a stílushoz. Ez a fajta házhoz. Jól néz ki. Padlóknak pedig... de jó. Nem tudom, hogy páncél. Oké, na itt lesz dekoráció bőséggel. Na. Viskó karosszék. Abban már van egy. Fogom ide helyezni őket. Így. Öntött vaskályha. Adja a jó meleget, ezt beteszik oda a sarokba. Vagy lehet az ágy legyen ott inkább. Az öntött vaskályhát még mondjuk ide az ajtóhoz. Ja. Nem jön ott a sok ablak. Oké. Okay. Mindegy, ide teszem a fűtőtest mellé. A fűtőtestet beköltöztetjük a fürdőbe. Akkor egy picit behúzom ide. Szimmetrikusan neki középre. Hát, egy shot per kb.
Miskó komód. Miskó komód. Mik az eleje? Az eleje. Hogy az ajtóhoz nem lehet olyan közel rakni, jó, akkor nem rakom oda. Ebből viszont kell több is, hogy nem fog elférni kettő sajnos. Hát... akarok én ebből ennyit ide rakni? Nem igazán, de hát ez a feladat. Na még egyet. Jó. Konzervek. Ez valami fontos. A két pirost. Zöldet középre. Hát nem lehet így se szép. Erre akkor két zöldet. Pirosat középre, de oda légy szíves. Így. Erre mondjuk csak pirosokat. Hogy mi a piros? Semmit nem. Paradicsom. Paradicsom a piros. Nagyon jó. Arra meg csak zöldeget, ami borsó. Tökéletes a túléléshez a paradicsom és a borsó. Na, így egy kicsit színes. Megvan. Hűtőszekrény, van még 8000-ünk, úgyhogy lehetne egy ilyen kicsit komolyabb hűtőszekrényt betolni, mondjuk. Hát, jól, amit elférne. Tűzifa. Na, ez viszont tetszik. Viszont tetszik, hogy lesz itt tűzifa neki. Piszkavas állvány, ha nagyon tetszik. Borállvány, azt nem tesszük a melegre. Valahova ide a sarokba. Várjál csak, szerintem a sarokba az ágy lesz. Ezeket majd egy kicsit arrébb rakom, nem tudom, hogy kelleni fognak-e. A borállványt akarom ide, ide középre, ez itt jól mutat. Aztán van még egy-két érdekesség is, ahogy nézem. De meg úgy kéne helyezni, hogy így. Nem pont így. De csak ide középre. Ventilátor is kell neki, abból rakhatunk egy jobbat, mert az olcsó. Az ajtóhoz nem lehet nagyon rakni semmit, és azért az elég nagy helyet elfoglal, vagy hát kivesz a térből. Teáskanna az mehet ide rá. Gázpalack. Húha. Valóban tűz mellé kéne. Garantált lehatás. Ez ami tűzhely lehet, vagy mi ez? Viskószék. Ez meg valami gázos tűzhely talán. De tök jó, mert így rá lehet erre sok konzervre, ez tetszik neki. Ugye még többre rálátna, úgyhogy cserélünk. Teja lesz itt. Egy csomó konzerv rálát, ez tetszik neki. Nem akarom ezt itt hagyni, csak poénból raktam oda középre. Pici dekorációkat is kéne valahova. Ahhoz meg, hát valami bútorzat se ártana. Konkrétan nem kér bútort, de azért valamit jó lenne. Mert amikor a kis dekorációkat rá tudom tenni, ez elég sok hely van. 6 dekorációt. Tetejére. Meg elférnek itt beljebb. Hát ez piás, akkor lehet ilyen piákat rakni neki. Az aranyos ott. Még pénz rakok lemezt is oda. Na. Így megvan a dekoráció, és megvan gyakorlatilag minden. Vali dekorációt kíván. Elég sok pénzünk maradt. Ezekből rakhatok bőven. Én nézem jelenleg, hogy értékei 100%. Aha, hát ezzel van a gond, egyelőre a fürdőszoba az nem oké. Jaj, már megint nem figyeltem oda rád, mit akarsz? Hiszen a sem, ez lakás tele van csótányokkal. Jaj, jobban oda kéne figyelni ezekre a bérlőkre.
Na, dekoráljuk ki a fürdőszobáját, mert az még nem az igazi. Kis dekor, nagy dekor, mindenféle dekor kéne. Nem van elég pénz, úgyhogy ami komolyabbakat kéne. Vannak itt. Hát ez nem igazán fürdőbe való. Kaszinó! Nyissunk egy kaszinót a WC-be. Hát a gömbölyű cica plusz az elhanyagolhatatlan, de nem lesz. Antikóra se. Viszont valami szőnyeg az nem lenne butaság. Ami olyan, amit ha csak kijön a zuhanyból. Ez túl nagy. Mert rakni. Így nem tetszik. Na ez viszont jó lesz itt valahol középtájt. Kicsit hadd mosolyogjon mondjuk így a bejövőre. Van valami, amit utál? Igen, a bár és a rusztikust. Remélem nem raktam bár és rusztikust, mert nem is figyeltem oda, hogy mit utál. Na, mit rakjuk a fürdőbe? Mit rakhatnánk tükröt? Van tükre? Nincs tükör? De mosdó sincs. Hát nem kért. Na, akkor tegyünk egy... tükröt ide. Szerintem virágokkal azokkal fel lehet dobni, hogy tegyünk egy karácsonyfát a fürdőbe. Nem, valami nagyobb gaz kéne ide. Az ablak alá. Hol vannak a falra akaszthatósak? Ó, gépfegyver! Hol vannak a falra akaszthatósak? Igen, a pénzt köszönjük. Nézzük most milyen jó. 73%, jó lesz. Még mindig maradt 4008. Úgyhogy dekorálhatnánk igazából. Hát ez elég különleges. Pénz is van rá, legyen. 73%, akkor ez nem jött be. Jó van. Ne húzzuk az időt, mert nagyon megy. A 88 000-ünk. Ezzel megkapjuk a 9000 valamit. És mi nem tetszik? Oj. Azt raktam, amit kértél. Na, kaszinó az viszont bejött neki. Pedig azt nem kérte. Na, ezt pedig itt hagytam középen. Na mindegy. Hát nem tetszik neki, hogy kipakoltam a konzervet. Azt kellett volna valahol eldugni. Hát de mint a hűtő. The spice. Ez nem lesz elégedett. Mennyi tárgy? Az igen. Szagelszívó, nagyon jó. Ziza törölköző tartó. Az jó nagy tükör. Újabb kövek, nagyon hasznos. Bögre tartók, karácsonyi étkészlet, ez már nem aktuális. Erjék bokrok. Na hát nem gondolnám, hogy elégedett vele. Eredményünk kell. Ugye ezt se csináltuk meg. Hát ezt nem is fogom megcsinálni, bocsi. Hoppá, biztos tőlem akar a megbízást? 0 dollárt és negatív csillagot kapok, akkor nem. Akkor nem. Jól kezdjük meg a felújítást. Egy takarítással. Nem tudom, hogy hova rakom majd, de lehet, hogy ezeket eladom, és oda rakom be a konditermes cuccokat. Ha meglátjuk, hogy ő mit kér, konkrétan mire gondol. Meg is be lehet rakni ide is valamit. Meglátjuk. Ez megvan. Na hát, trófeát szeretne súlyzó futópad, az nagyon jó. Padlószőnyeg, aha. Most melyik a te szobád? Hm? Ki vagy te? Ugye itt két hálószoba van. Nem tudom, most melyikre gondol.
Fogok egy trófeát, beteszem a szobába, és meglátjuk, elfogadja, nem fogadta el. Elfogadtak, ez az ő szobája. Jó. Teszünk egy trófeát valahova ide. Ezt lejjebb rakni, de a trófea fölkerült ide tetejére, szuper. Csúszókat és tudok ide rakni le is. Tudok, ez a danger nem lesz itt a helyem. Szuper, ezzel nyertünk egy kis helyet. Futópad az viszont nagyon nagy. Úgyhogy vagy töpörítünk, vagy egy kicsit át lesz itt alakítva. Igen, ez már nem fér hozzá. Hát amúgy is zsufi volt a szobája, de ebből még... De ezt nem fog hozzáférni a fűtőtesthez. Akkor a fűtőtestet is kiviszem. Hol van egy ötletem? Ide tesszük a futóvarot. Ezeket meg átpakolom ide a sorokba, már amennyire engedi a rajtó miatt, ugye? Még egy kicsit arrébb kell vinni, így már jó lesz, és szerintem itt el fog férni a futópad. Áh, ez bazi nagy. Mindig nem jó. Mindig nem férünk hozzá. Ha szekrény van benne, akkor meg a szekrényhez nem férünk hozzá. Ha. Nem tudom hova rakni igazából, azt ki kéne hozni ezt is a szobából. Egy kicsi puffot teszem be a sorokba. Most miért nem, hogy gyönyörűen el lehet férni, ne találd már ki, hogy nem. Ró vagyok. Kellett hozzam ide a fiákat. Na. Padló nincs befejezve, padló szőnyeget akar. Tessék, padló szőnyeg. Na, kész vagyunk? Rendben. Ú, de boldog. Szép munka. Nem? A pénz. Na, hát 98 ezerre, még van a 100 ezer, ami már nagyon közel visz bennünket a célunkhoz. A szintet léptünk, és kaptunk, hol lehet ez a lót? Ez hol lehet? Kéne találni, hogy hova rakta. Várostérkép, pénzügyi, tároló, ingatlanok, bérlők és beállítások. Kamera? Profil? Nem tudom, hogy hova kaptuk. Lehet, hogy több cuccunk van majd, amikor szeretnénk felújítani egy házat. Majd kiderül. Ha beszélni kell megint egy bérlővel. Róka, szia! Hogy vagy? Állj, nagyon rossz a helyzetünk. Tetszik nekik a virágok és egy gyors kaja. Küldjünk neki... Terem magazin. Új, itt meg csőtörés van, gyorsan ezt is el kell intézni. Pillanat. Mert a szakember. Na, erről az ajándéknak ez jó. Mondt, mi mindig boldogtalan. Nem baj. Most jelenleg, uha, ennél nem fog többet adni. Azt tudja, hogy ennél csak kevesebbet fog adni. Én még egy kicsit valamit javítani rajta. Minden nyomjuk el a kutatásra, amíg a jövőben hasznos lesz. Jött a pénz, köszönjük szépen. Az ajándéknak ez jó hír. Tudunk-e még olyan ajándékot küldeni neki? Hát nem. Nagyon megpróbálom ugyanannyira kiadni neki. Már meglátjuk. 1570 volt, kicsit följebb viszem, aztán onnan közelítünk. De egész jó, ho. Na jó, 576 marad, oké. Okay. Na jó van, jó lesz ez a terv, hogy kicsit rendbe jövünk, és növeljük a köztünk lévő
pozitív kapcsolatot. Alapból ugyanannyit ajánlott. Ilyen még nem volt, még sokkal alább szokott adni. Ez jó lesz így, 99 ezer, majdnem megvan a 100. Majdnem megvan a 100. Ha most fölveszünk 500, annyit csak 600. Na nézzük meg, milyen ingatlanok vannak. Most itt vagyunk a Nyomor negyedbe, nagyon át kéne már menni a kertvárosba. Ajjaj. Hát ezt kéne megvenni. Ezt kéne megvenni, ez nagyon durva, tehát azért... Hát ez kegyetlen jó lenne. Én kifizettek az adósságot. Ennyi van még. Ennyi van még. 128 ezer, mindig nagyon sok. Nagyon sok. Kéne valamit találni, amivel jobban jön a pénz. Újabb hitelt nem akarok fölvenni, és sose teljesül a feladat. Na, azt mondja, hogy sikeresen felfedeztük belőle a jelenvonását, kellemes. Nem vesz részt vitákban. Aha. Hogyan tudjuk használni, azt nem tudom. Majd kihasználni ezt az új infót. Van-e valami jó kis küldetés? Na hát, azért szépen haladtunk, úgy gondolom ma is. Egy csomót lefaragtunk az adósságból. 170-től 150 ezeret lefaragtunk az adósságból. Egy picit neveltük a vagyont. Azt a célt nem is kellett elérni, mert nem kerestünk annyi pénzt. Szerettem volna legalább azt a 100-150 ezeret elérni, hogy hitelt tudjak felvenni, és akkor lehessen folytatni a vásárlást. Ne kéne még venni ingatlant. Viszont a következő részben mindenféleképpen így vagy úgy, de fogok vásárolni legalább egy nagy, vagy kettő kisebb ingatlant, hogy a passzív jövedelmet növeljük. Mert igazán az lenne a játék lényege, nem az, hogy folyamatosan házakat újítsunk fel, meg embereknek az igényeit elégítsük ki, hanem az lenne a lényeg, hogy minden több ingatlannal rendelkezünk, ezáltal hát gazdagodjunk passzív munka által. Ez vicces, viccnek szántam ezt a passzív munkát, tehát passzív jövedelem. Úgyhogy azt mondom, hogy legyen már ennyi. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt ma velem. Remélem tetszett. Hogyha igen, akkor nyomjon egy lájkot, és hogyha még nem tette meg és szeretne, akkor iratkozzon fel. Írjatok kommentet is, srácok, mert nem tudom, hogy jó-e, amit csinálok. Abból látom, hogy nagyon szépen nőnek a feliratkozók száma, és azért a lájkok is elég rendesen jönnek. Úgyhogy meg azt is látom, hogy órában, illetve nézés számban is jelentősen nő a csatornának a nézettsége. Ez pozitív, és erőt ad nekem ahhoz, hogy csináljam ezt az egészet. Úgy látszik, hogy tetszik nektek, nagyon örülök, de jó lenne egy kis kommentben is leírnátok, hogy mi az, ami tetszik, illetve mi az, ami nem tetszik. Azért lenne fontos, hogyha megkapjam ezt a visszajelzést, mert akkor úgy tudom csinálni a videót. Annak is örülnék, hogyha leírnátok, hogy milyen játékról adjak több videót, esetleg mi az, ami kevésbé érdekel benneteket, mert akkor abba kevesebb tartom adjátok, jó? De lehet, akkor ezt írjátok meg nekem, én nagyon hálás lennék érte. Hogy találkozunk a következő videóban, addig jók legyetek. Ciao, sziasztok!